Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy kis koncepció, összeesküvés elmélet, filozófiai gondolatok felemelése a magaslatokba a Battlefield Bad Company 3-ról, és hogy miért nem lesz soha Battlefield Bad Company 3. Jó, természetesen ezt azért úgy kell kezelni, mint egy lehetőséget, egyáltalán nem biztos, hogy így lesz, tehát még teljes mértékben előfordulhat, hogy lesz egy Bad Company 3, de nagyon-nagyon halvány esélye van rá. Mire is gondolok itt? Azért gondoljátok végig az elmúlt időket, illetve a kérdés onnan indul, hogyha egy Call of Duty-ra kerül sor, vagy egy Battlefield-re kerül sor, a két mainstream játék odakint manapság, tudjátok, a shooterekről van szó, ha arra kerül manapság, így megkérdezem tőletek, hogy mi az, amire úgy igazán vágytok? Mindenki mond valamit. Van, aki azt mondja, hogy jövő, van, aki azt mondja, hogy múlt, valaki azt mondja, hogy boots on the ground. De hogyha Battlefieldre kerül a sor, mi lenne a következő Battlefield, amit te szívesen látnál? De gyorsan válaszoljatok meg, a végén bejelentik az új Battlefieldet, és akkor láthatjuk, hogy mi az, szóval. Na, de mi van, hogyha azt mondom, miközben erre a kérdésre válaszoltok, hogy mi az a következő Battlefield, amit ti néznétek? Mert őszintén szóltak, én biztos, hogy nem szeretnék második világháborút, hiszen a Battlefield egy már fölér konkrétan a második világháború változatával, de megmagyarázzanám az okát, hogy miért döntöttek úgy az Activision és az EA is, hogy mind a két fő mainstream shooterükkel visszamennek a múltba, az első világháború, esetlegesen a második világ háborúhoz, és kérdem tőletek, hogy feltűnt-e nektek, hogy az elmúlt években a konkrétan Boots of the Ground játékot nem kaptunk. Mindegyik valahogy úgy a jövőben volt, ugye jó, Battlefield-nél leszámítva, mert miközben készült a Battlefield, egyeközben már készült COD, minden lószar kint volt, de a lényeg az, hogy COD MV3 óta például, és ugye Battlefield 4 most, ha azt néz, Battlefield 4 óta, nem volt modern military shooter, és valószínűleg egy hamar nem is lesz új military, modern military shooter. És mondok egy másik példát, van a Squad című játék, ugye ez egy armának egy modja, egy elég jó játék. Nemrégiben ez a kivette az összes pályával, az összes ilyen, tehát kivette a játékból konkrétan a Hammert, a kocsit, tudjátok, a katonai változatot, kivette onnan. És ennek az oka mégpedig az volt, hogy ugye például a Hammer jogaival a General Motors bír, ugye, ha jól tudom, és ezt felhasználni bármilyen szinten is, egy játékban, egy filmben, az, és nem fizetni ezekért a jogokért, az ugyebár illegálisnak számít. Na most, és ennél az oknál, ennél az egyszerű oknál fogva kivették például a Squadból a hammereket, az armából is kivették a különböző katonai járműveket, viszont annyival mentették meg a dolgot, hogy kiadták moddereknek, konkrétan mindenkinek, modoljátok a játékot, hogy jól esik, és ezt viszont nem lehet megakadályozni, hogy a modderek belerakjanak, amit beleraknak abba a játékba, de maguk a játékkészítők konkrétan nem csinálhatnak pénzt abból, hogy felhasználják például a hammernek a nevét abban, hogy benne legyen a játékukban. És voilà, ugrottak a hammerek a játékokból. Szóval a Bad Company 2, illetve hát Battlefield 4-ben és Call of Duty Modern Warfare 3 óta nem nagyon igazán láttunk semmi modern olyan shootert, mivel hogy ugye jogi következményei lennének a dolognak, és ez ugyanúgy igaz a modern military fegyverekre is. Szóval ahhoz, hogy egy cég, például mint az Activision vagy az EA felhasználhasson mondjuk egy AK-t a játékában, vagy egy M4-et, egy M16-ot, vagy egy G36-ét, vagy akármit, azért jogdíjat kellene fizessen éppen annak az illetőnek, vagy annak a cégnek, aki annak a fegyvernek a jogdíjával bír. Ezért hát többféle trükköt eszeltek ki, ugye az egyik legegyszerűbb út ugye az volt, hogy a jövő felé hajlanak, vagy a múlt felé hajlanak, ugye Battlefield 1, mondom World War 2, és ez azért van, mert
Vagy a fegyvereknek a tervező és a jogtulajdonai már annyira régi, hogy azok az illetők már meghaltak, ugye első világháború, második világháború, vagy ugye még nem is léteznek, hogyha a jövőről van szó, ezért aztán úgy nevezhetik és újra zolhatják meg őket, ahogy akarjuk. Az egyik legtipikusabb példa erre, amit még megengednek magunknak, hogy csináljanak a játékkészítők, az pedig az, hogy az ilyen Call of Duty Ghost, aki ezt Call of Duty Ghost beütéssel fogják, és néhol itt-ott módosítják a fegyvereknek a kinézetét, mondjuk, valamelyik szinten valahol módosítják ezt a kinézetét, és mondjuk a Desert Eagle helyett már Deagle lesz a neve, ugye erre is van példa, vagy M4 helyett már Honey Badger lesz a neve, és ilyen apró dolgokat, és valahol módosítanak a fegyveren azért, hogy megtartsák az érzetét annak, hogy mégiscsak azzal a fegyverrel lősz, de valahogy ez úgy nem az igazi, legalábbis szárul a férjezés, és akkor Call of Duty kurvára éreztem a Ghostot, tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon bejött az a játék. Na szóval, itt tartunk. Ez lehet az oka, amiért soha nem fogunk látni egy Bad Company 3-at például, vagy éppen, ha Call of Duty-ról van szó, egy modern military Call of Duty-t, mert egyszerűen annyira drága mind az összes fegyvernek a jogtulajdonát beszerezni, hogy ez nem éri meg a játékészítőknek, meg úgy sem éri meg, hogy masszívan visszajönne a bevétel, de egyszerűbb, hogyha fantáziából kitalálnak valamiféle fegyvert, és úgy csinálják meg a különböző játékot, vagy valahol egy kicsit módosítanak a fegyveren, de akkor már ugyebár nem ugyanaz lesz. Például most, amúgy ha jól tudom, a General Motors, aki a Hammereket csinálja, az be is perelte az EA-t visszamenőleg, talán a Bad Company 2 miatt, hogy használják a Hammereket benne. És most igazából az EA elnöke kiadott egy nyilatkozatot, aminek a lényege valahol az volt, hogy egy könyv sem kér bocsánatot azért, mert hogy a Colt, a fegyver Colt nevet használja, és ő sem, azért sem fizet az írója jogtulajdont, és igazából ugye a játékok egy történetet mesélnek el, és nem semmi olyasmi nincsen benne, hogy rosszat akarnának, vagy hát jó, igazából egy csomó pénzt szakítanak le azon, hogy benne van az a fegyver, de igazából az összes cég, aki ezekkel a jogtulajdonokkal bír, egy jobb hasznot húzhatná ebből. Tehát, hogyha például Amerikában, ahol a legtöbb államban fegyvertartás megengedett, akkor igazából csak nagyobb népszerűséget biztosíthatna ezeknek a fegyvereknek, mert úgy láttam ebből a játékból, tök jó volt, ezt veszem meg, értitek, amire gondolok. Szóval egyszer csináltam volt egy videót, aminek az volt a címe, hogy az emberiség fogságai utolérik a játékokat, és ez is egy szintje ennek az egésznek, hogy ugye abban a videóban arról volt szó, hogy miért kell belekeverni a különböző rassz embereit egy játékba olyan szinten, hogy miért kell felszólalni egy hülyeségért, és miért kell belekeverni a rasszizmust, mint olyat, miért kell összefüggésbe hozni a játékokkal, amikor a kettőnek semmi köze egymáshoz. És ugyanez a szintű dolog van itt is, hogy igazából miért kell, és abban igaza van az EA elnökének, de valószínűleg ezt a csatát el fogja veszíteni, hogy ez a játék egy történetet mond el, és semmi köze nem kéne legyen egy jogi vitához tulajdonképpen. Ha így nézzük, az összes YouTube-os, aki a videóit csinálja erről, arról és amarról, a játékról, jogdíjat kéne fizessen, én is jogdíjat kéne fizessen, mert Battlefield Bad Company 2-t toltam ki ide, de több eszük van ezeknek a cégeknek, hogy is tehát egy olyan gazdasági vagy stratégiát követnek, ami arról szól, hogy oké, mutassuk meg minél több embernek, mert azzal lesz minél több pénzünk. Na, hát mindegy, ez van. Ti hogy látjátok ezt a dolgot? Szeretnétek egy Battlefield Bad Company 3-mal? Szóval én igazából nagyon élvezném, de őszintesek veletek, nagyon élvezném a Battlefield 2143-at is, vagy lehet, hogy az lesz, hogy Battlefield Bad Company 3 2143, tehát így sose lehet tudni. De nagy rá az esély, hogy egy így modern military setupban
egyre kevesebb játékot fogunk kapni, vagy hogyha kapunk, akkor egy ilyen kis alternatív indie útvonalba kell menni, mint például az Insurgency irányába, aki most nem sokára fogja kihozni a Sandstorm című játékukat. Szóval Insurgency Sandstorm, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd biztosan lesz róla videó. Eddig is, srácok, köszönöm a figyelmet, ha kérdésetek van, itt vagy Facebookon megtaláltok, Discord szervünk ennek a videónak a leírásában használhatok nyugodtan. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!